többet szeretne megtudni a geopolitikáról, keresse új Érdekek hálójában című dupla számunkat az újságárusoknál január végéig, vagy vásárolja meg a bolt.rubikon.hu oldalon. Következő előadásunk egy másik területre vezet el minket. Andréikó Gábor az ütköző állam, hídállam kategóriáit próbálja megvilágítani a geopolitikai nézőpontból. Andréikó Gábor a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója. Köszönöm. Tehát nagyon üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon örömteli egyrészt a helyzetem, hogy itt vagyok, másrészt pedig könnyű. Örömteli, mert az összes tanárom, illetve egy része itt van, meg az összes belső konzulensem, azt mondhatom, akiket engedjék meg, hogy külön is köszönthessem. És másrészt azért könnyű, mert gyakorlatilag majdnem mindent elmondtak, amit nekem bevezetőként egy másfél-két órában így elmondanék, de, és szinte az elméletnek egy nagy részét el is mondták. De ennyire nem ússzák meg könnyen, mert azért én is az előadásomnak az első felében hát arról fogok beszélni, hogy hogyan kell egyáltalán értelmezni ezt a hídállam, meg az ütköző állam szerepet, hogy került ez egyáltalán bele a geopolitikába, és utána pedig rá fogunk térni, természetesen arra megkíséreljük ezt azonosítani, hogy a nagyvilágban ez hogy volt az elmúlt 100 évben, illetve most. Ugye Szilágyi professzor úr elmondta, hogy ugyan 127-125 éve létezik a geopolitika, mint tudomány maga. Ez a rövid időszak is elég volt már ahhoz, hogy már legyen benne egy nagy törés a második világháborúnál. Nem is ott kezdem, hanem a 70-es évektől, amikor a második fázis indult el, és gyakorlatilag a fejlődést két különböző iskolára is oszthatjuk. Az egyik az a hagyományos, klasszikus irány a geostratégiai. Itt el is hangzott már néhány név, ami talán mindenki számára ismerős lehet. Kissinger, Huntington, ugye, aki a törésvonalakról hallottunk egy pompás előadást, de Hearthstone, és még sorolhatnám tovább. Ennek a vonulatnak az a lényege, amit itt ki akarok emelni az összes közül, hogy arról szól, hogy hogyan fog egy nagyhatalom az érdekeit hogyan tudja mások érdekei ellenére érvényre juttatni, hogyan fogja azt kierőszakolni, milyen eszközökkel, módszerekkel, tehát tulajdonképpen az állam érdekei hogyan fognak érvényesülni. Ezzel szemben 1990-es évek eleje, amikor megjelenik a kritikai geopolitika vagy geoökonomia, nagyon fontos az időpont, amiről beszélünk történelmileg is, hiszen ez az az időszak, hogyha visszaemlékeznek rá, amikor megszűnik a Szovjetunió, megszűnik a szocialista láger, és egy teljesen új időszakot élünk, szuperhatalmakkal és egyéb ilyen kérdésekkel. Na most ebben a új euforikus vagy különleges hangulatban megjelent például Edward Luttwak. Őt azért említem meg, említhetnék még sokakat, őt azért emeltem ki, mert ő az egyik leginkább idézett. Ő azt mondta, hogy hát a geopolitika eddig azzal foglalkozott emberek, hogy az államnak mi jó, meg a nagyhatalmaknak. De hát mi emberek vagyunk itt, nekünk élni kell. Nekünk az a lényeg, hogy a társadalom jól léte hogyan van, a geopolitikának fő gondolataival ezt kellene megmagyarázni. Ugye a társadalom az egyénekből áll, meg kellene vizsgálnunk, hogy az egyénnek mikor jó, hogyan jó, ez a társadalom jó létét hogyan fogja elhozni, és hogyha ezt elhozza, akkor gyakorlatilag előre tudunk lépni egy jelentős részben, jobb lesz mindenkinek. Ezért mondják azt, hogy ez tulajdonképpen a kapitalizmus kritikája is, és ebben az összetételben előtérbe kerülnek olyan összefüggések, hogy az egyénnek mikor jó például, milyen nyelvhasználata, hogyan érzi magát, milyen szociológiai, szociális helyzete van, milyen gazdasági helyzete van, kulturális kapcsolatok, personális kapcsolatok, ezeket mind együtt. Nagyon-nagyon sok kérdéskör merül fel, és nagyon sok társtudomány kerül be ebbe az elméletbe. Ugye a geopolitika klasszikus vonulatában benne volt a közgazdaságtan eddig is, de itt egy különleges szerepet kap, sokkal nagyobb hangsúlyt. Ez magyarázza azt, hogy majd, amikor látják itt a hídállam szerepét, nagyon sok szakszókincs, meg gondolatvilág jön át a közgazdaságtanból. A kritikai geopolitikánál még meg kell említenem az előadásom szempontjából igen fontos következő szereplőt, szó Bernard Cohent, aki
hozzám hasonlóan, csak ő egy kicsit korábban és eléggé sok mindent írt, a nagyhatalmak közötti térről beszél, illetve a hatalmak közötti térről, azt vizsgálta, hogy ott milyen esetleges törvényszerűségek vannak, mi az, ami hatott a bent lévő államokra, és ugye bennünket, magyarokat, vagy engem különösen az érdekel, mint kisállam, hogy ránk milyen hatással vannak mondjuk a nagyhatalmak, vagy a környező hatalmak. Például itt az ukrán háború kapcsán ugye nem lehet ettől elmenni, hogy milyen mozgásterünk lehet nekünk például. Cohen fölvázolt egy mondjuk úgy háromdimenziós geopolitikai rendszert, ez egy igen egyszerű modell. Sok mindent elmondott, annyit azért nem, hogy nekem ne legyen elég dolgom még majd ezen dolgozni és kidolgozni a részleteket, ezt ráhagyta a kicsikre, ezek vagyunk mi. Ő azt mondja, hogy van egy vertikális és van egy horizontális elosztása elképzelt geopolitikai világunknak, a geopolitikai földünknek. Jó néhányszor keveri a fogalmakat és áthozza, ami a földrajztudományból van, tehát visszamegyünk ennek a gyökereihez, nem is tudjuk magunkat megtagadni, és ő időnként lemezekről beszél, de én megpróbálom önöknek úgy elmondani, hogy hát legalább ezen az előadáson belül érthető legyen. Azt mondja, hogy a legnagyobb makroszintű rész az a geostratégiai terület, amely gyakorlatilag a birodalmakat, magukat jelenti, a nagyhatalmakat, a saját területeikkel együtt, a határaikkal együtt. Ezek között van a mezo rész, vagy mezoszint, vagy mezo régió, geopolitikai régió. Ezek államokat jelentenek, kisebb, nagyobb térségeket együtt, ezek együttműködését, összekapcsolódását és ezeknek a működését. És ez alul van a mikroszint, ami magát a nemzetállamot jelenti, ez a legkisebb pont vertikálisan, és gyakorlatilag ezek lehetnek még ennél is kisebbek területek, tájegységek, illetve ezeknek a kisebb tájegységeknek az összefonódása. Eddig azt gondolom, hogy érthető. És akkor itt ugrunk egy kicsit, mert jön a horizontális szint, ahol azt mondja, hogy ja igen, hát ezek természetesen lemezek, hogyha elképzeljük, hogy itt a geopolitikai földünk, akkor a különböző ilyen lemezek, a legnagyobb lemez az a nagyhatalom, amelyik ugyanúgy, ahogy a földön mozognak a különböző rétegek, ezek egymásba csúszhatnak, egymást törhetik, egyik a másikból kivehet területet és hozzácsatlakozhat, vagy éppen fordítva. Itt hosszan magyarázza, 1993-ban jelent meg először az elmélete, és aztán utána több kiadást írt meg, már a harmadik vagy a negyedik kiadásnál tartunk. Ő azt mondja, hogy a nagyhatalmak között van egy tér, de az akkor érdekes, amikor a nagyhatalmaknak valamilyen szempontból érdekei, vagy figyelme fordul a tér felé. Tehát az összes térből ő ezt Shuttlebeltnek hívta, ami eléggé zavaró, mert utána kiderül, hogy amikor ezen a területen belül lévő államoknak adható, vagy államokhoz köthető valamiféle szerepet szán, akkor ott is van egy ilyen, a Shuttlebelt, az ütköző állam és a körülötte lévő ütköző zóna. Hát engedjék meg, hogy ne legyen itt nagy kavarodás, én súródási tereknek neveztem általában a nagyhatalmak közötti teret, amikben a nagyhatalmak érdeklődnek, a többi az lényegtelen, mert azok perifériák. Gyakorlatilag az előadásom végéig én az ütköző, ezek a súrlódási terek lesznek azok a nagy terek, amiknek nézzük, hogy belül milyen szerepek lehetnek. Ő azt mondja, hogy körülbelül 4 szerep lehet, ebből 2 az, amelyik minden állam valahogy el fog mozdulni. A történelemben gyakorlatilag most alakul először, hogy lesznek hídállamok, vagy lehetnek hídállamok, egészen egyszerűen a globalizációnak köszönhetően ugye fejlődik a kapitalista termelés, a kapitalista társadalom, internet, stb. Átalakítja a gondolkodást, átalakítja a gazdaságot, a kereskedelmi útvonalakat, mindent. Gyakorlatilag azt mondja, hogy a 2 végállapot, az egyik az az ütköző állam, amelyik nagyon hosszú ideje már az emberiség történetében benne van. Ezt általában egy olyan térség, vagy egy olyan terület, vagy egy olyan ország, amelyik önmagában is mélységesen megosztott, és erre még rájátszik a nagyhatalmaknak a külső nyomása, hiszen érdeke fűződik valamilyen okból ehhez a térséghez, és akkor még ott a különböző partnereket egymás ellen ugye uszítja.
A másik, az a hídállam szerep, annak az akkor következhet be, amikor ezek a nagyhatalmi törekvések miatt van egy olyan helyzet, amikor az államnak, vagy annak a területnek, amelyről beszélünk, mondjuk gazdaságilag van egy kis szabad levegője, és tovább tud fejlődni, de erről majd mindjárt egy kicsit bővebben fogok beszélni. És a másik kettőt azt megemlíteném, mert azok ilyen átmeneti részek. Az egyik a konvergencia zónák. Ezek gyakorlatilag még meg nem határozott pontos területek, nem tudni, hogy még melyik nagyhatalomhoz fog vergődni, melyik milyen irányba lesz, hogy ütköző állam lesz, vagy kapu állam, mert megvan a lehetőség rá. Kettő ilyet mondott egyébként, hogy azért egy kicsit föl is dobjam önöket, hogy mégis miről beszélünk. Az egyik az Közép-Ázsia, a másik pedig egészen két héttel ezelőttig Transzkaukázus. Ugye azért két héttel ezelőttig, mert talán önök is olvasták már az újságban, hogy már nem csak a török nagyhatalmi törekvések vannak jelen a térségben, Azerbajdzsán és Örményország kapcsán, meg hát ugye Oroszország, amelyről hallottunk Bernek Ágnes professzor asszonytól, hát ez a közel külföldnek a problémája, amit az oroszok mindig is saját befolyási, közállalagos befolyási övezetüknek tekintenek, de hát nincs két hete, hogy az amerikai haderő is megjelent és közös gyakorlatot tartott örményekkel, igaz, hogy kis létszámmal, de megjelent. Ez egy kicsit bonyolítja ott a területet. És a legkisebb az a compression zones, azok a vitatott politikai térségek. Ezek nagyon kicsi területek, talán még egy állam, maximum egy államnyi terület, vagy annál kisebb részek, és az a lényege, hogy belül is mély konfliktusok vannak, sőt, a külső szomszédaitól is várhatja, hogy bármikor intervenciós törekvések indulnak ellene, vagy már attól szenved. Ilyeneket, erre adott példát Cohen szerint a Száhel-övezet feletti rész, a egyiptomi részt nem ért be benne. Hát, hogy ez mennyiben fog átváltozni, ez is napi politika, hiszen hallották, hogy azért ott is, főleg a volt francia gyarmati részeken, azért most elég nagy a probléma és konfliktusok vannak. De hát ez egy másik előadás témája lehet. Tehát végül is mi a különbség, vagy mi az, amitől meg lehet állapítani, hogy a két végső pont az micsoda? Ugye azt mondja Cohen, hogy ez a modell, ez nem egy statikus modell, most ugyan elmondtam, és így körülbelül tudjuk, hogy mi van, de ez állandóan változik, attól függően, rengeteg sok függéből, hogy milyen erők hatnak ezekre a területekre, és ez a két végpont az, amit most látunk, hogy lehet. Az ütköző állam az mindig egy politikai fogalom, és mindig passzív szereplő, tehát azt mindig a nagyhatalom fogja eldönteni, hogy én mit akarok, ha úgy tetszik. És ez ebből következően mindig külső hatásnak az eredményeképpen fog létrejönni egy ütköző zóna, vagy egy ütköző állam, nem a benne lévőktől függ. Ez például az ukrán-orosz háborúra is igaz. A kapu régió az pedig egy gazdasági fogalom, aktív szereplő, van neki egy külső környezet, ami szükséges, de nem elégséges. A szükséges az az, hogy a nagyhatalmaknál ez ne akadjon be, és tudjunk tőlük fejlődni. És hát ugye, amint mondtam, a társadalmi jólét a leglényegesebb. Ezek után mondhatják önök, hogy igen, igen, hát ezeket itt elmondta, ez így nagyjából érthető, de még mindig nem lehet tudni, hogy mitől lesz valaki végül is ütköző állam, és mitől lesz valaki hídállam, hogyan fogjuk ezt megállapítani. Hát Bernek tanárnőtől vettem ezt a nagyon nagyszerű térképet, illetve hát ábrát. Ez azt mutatja meg, hogy a adott térségben, amit vizsgálunk, meg kell vizsgálni, hogy egy vagy több nagyhatalomnak fűződik-e oda bármilyen érdeke. És hogyha ez az érdek politikai, többnyire inkább a politikai érdekek dominálnak, akkor ebből bizony előbb-utóbb ütköző zóna lesz, és ott csattanás fog bekövetkezni. Amennyiben a nagyhatalmak érdekeiben, egy vagy több érdekében inkább a gazdasági előnyök dominálnak, akkor ebben az irányban tud eltolódni mondjuk a térség. Sőt, elképzelhető olyan, hogy nagy hatalmak között egy olyan konszenzus alakul ki, amikor gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok ezen a területen keresztül tudnak menni, például, nem mondok még ilyet, kicsit később, hogy addig is megfenntartsam az érdeklődésüket. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az, hogy valaki hídállammá válhasson, az nem elégséges, hogy a nagyhatalmi helyzet vagy a környezet ilyen, ahhoz aktívan tenni kell. Tehát ahhoz gazdasági diplomáciát,
Külddiplomáciát és egy sort kell aktívan kialakítani, és kapcsolati rendszert építeni, amiben partnerek is vannak. Amikor tehát vizsgálunk egy adott teret, akkor minden egyes alkalommal nagyon sok kérdésen kell keresztül mennünk, de talán ezek, amiket itt mögöttem látnak, ezek a legfontosabbak. A piros nyíllal jeleztem azt, amelyik kizáró ok az egyik a másiknál, a kék nyíl az pedig hát nagyon sok kérdést vet föl, azokat nagyon alaposan át kell gondolni mindig. Tehát még annyit hozzá akarok tenni, hogy természetesen Cohen is, és én is tisztában vagyok vele, hogy sosem nyilvánul meg tisztán egy nagyhatalomnak az, hogy ez gazdasági vagy politikai érdeke fűződik az adott területhez. Nyilván ezt mindig minden egyes alkalommal alaposan át kell ellenőrizni, át kell elemezni, és ezekhez adnak támpontot például ezek a pontok, amiket itt látnak felsorolva. Azt ígértem, hogy az előadás második felében egy kicsit megnézzük, hogy mégis ez hogy csapódik le a nagyvilágba. Ugye itt mögöttem az Európa térképét látják az első világháborúig. Mindennek az alapja az az, talán ez már kiderült a beszédemből, vagy az elmondásaimból, hogy a legfontosabb az, hogy meg kell tudnunk határozni, hogy kik a nagyhatalmak, milyen hatalmak vannak, hiszen annélkül értelmetlenné válik az egész térségnek az elemzése, akkor nincs térség, nincs mit elemeznünk. Most az első világháborúig gyakorlatilag az 1815-ös bécsi kongresszus alapján tudjuk meghatározni, hogy kik voltak a nagyhatalmak. Ugye hát volt a brit birodalom, volt az orosz cári birodalom, volt Poroszország, volt a Habsburg birodalom, és hát Franciaország. Az 1900-as évek elején a britek úgy fogalmaztak, hogy hát a brit birodalom és az orosz birodalom között az első ilyen nagy törésvonal, ugye ez a Big Game, ha talán emlékeznek vissza erre erre a történelmi jelzőre, gyakorlatilag Ázsiában húzódott a 30. és a 40. északi szélességi fok között. Hát ennek a szembenállásnak, illetve hogy ne legyen a két nagyhatalom között közvetlen összecsapás feltétlenül, vagy véletlenül, ennek köszönhette jöttétre például Afganisztán. Az első világháború után, ja, itt azt látják, hogy a pirossal jelöltem azokat a területeket, amelyek a nagyhatalmak közötti térben találhatók, tehát ezek mind gyakorlatilag a nagyhatalmi játszmáknak a terei. Az, hogy ebből pont melyik hogyan alakulna, ez a történelemnek már a kérdése, illetve hát ezért kell vizsgálni folyamatosan az adott térségekre ható erőket, hogy melyik hogyan fog alakulni. Az eddigi kutatásaim azt mutatják, hogy amikor nagyhatalmak közötti geopolitikai összecsapás van, és ez teljesen szélsőséges esetben megy át, és úgy, hogy háború zajlik, és ez elkezd egyre szélesebbé válni, akkor sajnos el fog következni egy olyan időpont, amikor a térségben lévő országoknak nem lesz más lehetősége, el kell döntenie, hogy ide vagy odalép. Ha ezt nem teszi, akkor a nagyhatalom egyszerűen vagy bekebelezi, vagy pedig egész egyszerűen csak csatlós lesz. Tehát valamilyen rendszerben szerződést kell kötni a nagyhatalommal, és ki kell szolgálni a nagyhatalmi törekvéseket. Aztán természetesen, ahogy az élet megy tovább, ha megoldódik a háborús helyzet, például az orosz-ukrán helyzet, akkor utána megint újra alakul a térkép, és újabb geopolitikai kérdések és problémák vetődnek föl, mint ahogy az első világháború után is bekövetkezett, hiszen első világháború után a Versailles-i szerződés gyakorlatilag győztesként hozta ki Olaszországot, és ez meg is pecsételte a sorsunkat, vagy legalábbis itt Közép-Kelet-Európában, hiszen Olaszország nagyhatalmi tényező lett, mint tudjuk a történelemből ezt ki is használta. És először jelenik meg Közép-Kelet-Európa hosszú-hosszú térsége, mint egy ütköző tér. Gyakorlatilag ez köszönhető annak a teljesen új, váratlan geopolitikai helyzetnek, hogy megszűnt az osztrák magyar monarchia, gyakorlatilag ott egy vákum keletkezett. Hát Európa beteg embere, meg továbbra is ott van szegény lent Törökország, aki mostanában talán az elmúlt 5-10 évben próbál megint visszaevickélni legalább a regionális hatalmak világába. Igen ám, de hát a második világháború után ugye egy új időszak keletkezett, ami merőben új volt az addigi felfogáshoz képest, hiszen az időszakot két nagyhatalom határozza meg,
az Egyesült Államok és a Szovjetunió, illetve a körülötte polarizálódó szövetségi rendszerek, és ezeknek a ütközése, vagy véleménycseréje, vagy éppen érdekei azok, ezeknek az ütközése azok, amelyek meghatározzák a világ gazdaság és politikai rendjét, és mellette volt ugye még az úgynevezett harmadik világ, talán emlékeznek rá, ez gyakorlatilag nem egy önálló szereplő volt, kénytelen volt valamelyik nagyhatalom érdekeinek megfelelően gyakorlatilag föllépni, pingpongoztak vele. De a legérdekesebb része ugye az, ami már ma előfordult itt az előadások során, az a vasfüggöny, ami kialakult, és ez a nyugati térkép azt mutatja, hogy mit tekintettek már akkor ütköző zónának, ami a Szovjetunió és a Nyugat között alakult ki. Hát ez az a rendszer, ami gyakorlatilag átment egészen 90-ig tartott. Gyakorlatilag az volt a rendszernek a lényege, hogy volt két szuperhatalom, amit a geopolitikában meg kell határoznunk, hogy innentől kezdve mik a hatalmak, miket nézünk, miket vizsgálunk. Mi a szuperhatalom? Hát a szuperhatalom az az, amely képes a világ bármely földrészén az érdekeit akár fegyveres erővel is védeni vagy kikényszeríteni. Aztán vannak a nagyhatalmak, amelyek nagyon sok helyen vannak részt, vesznek részt, nyilván ezt mi ki kell, pontosan körbe kell határolni, és vannak még a regionális hatalmak, az azt hiszem azért úgy magától adódik, ilyen például Törökország, vagy most jelenleg Oroszország is. Bár Oroszország ugye nagyhatalmi státuszra törekszik, ez van benne a külügyi koncepcióban is, amit Bernek Ágnes professzor asszonytól hallhattunk. De aztán eljött 1991, amire megszűnt a Szovjetunió, megszűnt a szocialista világ, és eljött nekünk a Pax Americana kora. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor itt eljött a világ vége. Ezt meg is írta Francis Fukuyama a nagyévű könyvében, gondolataiban. Ő azt mondta, hogy itt liberális országok vannak, már a gonosz már a múlté. A liberális országok meg ugye hát ezek civilizált államok, ezek egymással tudnak tárgyalni, itt nincs szükség háborúra. Ebből az következik, hogy innentől kezdve minden megállt, és majd beszélgetünk egymással, meg jókat fogunk kvaterkázni valamilyen dunaparti kempingben, vagy nem tudom. Hát sajnos nagyon hamar már átszáfolt az élet, mert ugye jött a NATO-nak a balkáni háborúja, aztán jött Irakba két háború, aztán jött Afganisztán, és aztán most itt tartunk, ahol tartunk. Hát ő meg is próbálta ezt gyorsan több ezer oldalban cáfolni, hogy ő miért is, hogy is gondolta, és hogy kell őt érteni. Én megsporolom önöknek az időt, nem kell elolvasni ezt a több tízezer vagy több ezer oldalas ezért. Ő annyit mondott egy szóban, összefoglalom, tévedtem. Hát tévedett. Mi megpróbálunk nem tévedni, hanem megpróbálunk úgy evezni itt az ismeretek között, hogy valamiféle irányt tudjunk adni a múltban és a jövőre vonatkozóan. A geopolitikának alapvetően inkább a jövőre kell tekinteni ez, és a jelenből. Szóval alapján rajzoltam ezt a kis térképet, hogy azért így most már mégis összerázzuk, hogy még van 8 percem. Figyelem, mit van. Jó, szóval én a szó alapján rajzoltam ezt a kis térképet, a piros ábrák, ez egészen két héttel ezelőttig él, jó? Tehát mondtam, hogy változik a világ, ez elég sokáig tartotta magát 90-től egészen mostanáig. Gyakorlatilag a piros színek azok, amelyet Cohen szerint ütköző zónának kell tekinteni. Ez még nem jelenti azt, hogy rögtön háború lesz benne, de nagy az esélye rá, hogy itt a nagy hatalmak valahogy ki fogják erőszakolni egymással szemben az érdekeiket. És ugye ott van fönt az a kis kocka, azt látják, az Közép-Kelet-Európa. Illetve Kelet-Közép-Európa, nem mindegy, hogy mondjuk. A fekete körök azok a compression zónok, amelyek még nem tudják, hogy merre fognak menni. Hát most már tudjuk, hogy a transzkaukázus, amit ott bekarikáztam, az most már nagy valószínűsége konfliktus zóna lesz, úgyhogy már nem jogos a fekete szín az elmúlt két hétben, hanem most már nyugodtan lehet pirosra írni. A Közép-Ázsiáról pedig még lehet vitatkozni, hogy végül is merre felle fognak tartani, főleg Kazasztán egy nagy kérdés. A rózsaszín
hát olyan amorf rész, ami ott Algéria, Líbia, Mali, Niger, ezeket foglalja, na hát ezek azok, amiknél még nem lehet tudni, hogy pontosan merre is mennek, egészen egy héttel, vagy két héttel, vagy három héttel ezelőttig, amíg Csádban és Nigerben nem történt meg a hatalom átvétel, és egyértelműen nem vált konfliktus zónává, de hát ez még átterjedhet az egész területre. Ebből szeretném kiemelni még ebbe a pár percben, ami hátra van, a kelet-közép-európai térséget. Ezt önkényesen határoztam meg, hogy ezek az államok tartoznak ide. Nincsen földrajzi meghatározhatóság, nagyon sokan sokféleképpen mondják, de gyakorlatilag a túlnyomó többségében ezek az országok szerepelnek a kelet-közép-európai térség felosztásában. Én ebből fogok kiindulni, viszont ennek egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon fontos törvényszerűsége van, vagy alapja van, amit az eddigi geopolitika már felkutatott. Ugye itt látjuk a Mackinder-féle térképet, és hogyha erre rátesszük a Huntington-féle civilizációs törésvonalat, az egyiket, akkor azt látjuk, hogy hát itt pont rajtunk keresztül megy egy ilyen, úristen. Tehát felül van a ortodoxia, meg a nyugati kereszténység, és alul már a muszlim is befigyel, tehát egy rendkívül komplikált, már maga az alaphelyzet. És hogyha erre még itt rárajzoljuk, hogy hogy is van a Heartland, hogy is van a szív térségnek a széle, hát pont ott megy keresztül rajtunk. Tehát innentől kezdve egy nagyon nehéz feladatra vállalkoztam, de ezt már sajnos csak két évvel azután tudtam meg, hogy beadtam, hogy doktrínban ezt szeretném írni, úgyhogy most már nincs tovább, előre kell jutnunk. Gyakorlatilag ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy valami hídállam vagy gazdasági szempontból független fejlődési irányba mehetne el és összekapcsolhatna a területeket, ahhoz előtte vissza kell nyúlnunk a geopolitika klasszikus elemzési folyamataihoz, hogy először állapítsuk meg, hogy egyáltalán ezek, akik itt vannak a térségen belül, kik azok, akik lehetnek, válhatnak bármilyen okból hídállammá, és van-e olyan, amelyik egyáltalán nem lehet kizáró ok, mert hogy potenciálisan egy ütköző állam. Hát azt látjuk, hogy itt a térségben négy nagy állam van, és mind a négyre jellemző az, hogy területileg is, lakosságszámban mondjuk Belarus egy kicsit kisebb, de a területe miatt jelentős, vagy a tranzit jellege miatt fontos, hiszen összeköti Ázsiát Európával, és most már tudjuk, hogy miért is olyan fontos Ukrajna. Gyakorlatilag azt tudjuk így megállapítani ezen a pár percben, ami még hátra van, hogy Ukrajnát nyugodtan kizárhatjuk, hiszen azok alapján, amiket most meséltem, egy háborúban álló államnak nem, hogy arra nincsen joga, hogy megmondja, hogy milyen gazdasági kapcsolatot akar, hanem örül neki, hogy a holnapot megéli. Ezek után nézzük Belaruszt, a másik végét nem véletlenül mondom, mert a másik Románia meg Lengyelország mindjárt terítékre kerül egy kicsit bővebben. Belarusz pedig gyakorlatilag Oroszországnak szatellitállama, 1999 óta létezik a Belarusz-Orosz Unió, amelynek a fúziója és a együtt összenövése az nagyon lassan, de halad, és gyakorlatilag a mostani konfliktus is azt mutatja, hogy Belaruszia nem életképes Oroszország nélkül, és egymást támogatják katonailag is és politikailag is. De nézzük meg, hogy akkor hogy néz ki ez a kelet-európai tagoltság, három percben pont be fogunk férni. Ugye én úgy láttam, hogy három különböző részre lehet osztani. Az első rész az ez lesz, amely gyakorlatilag a keleti ütköző zóna nevet kapta nálam, és azért, mert ez az a térség fönt a Balkánnál, a balti térségnél, ahol fenyeget az a veszély, hogy az orosz erők és a NATO, illetve az Egyesült Államok csapatai közvetlenül is összecsaphatnak, tehát egy nagy háborúnak a lehetősége felmerül. Ugye a másik az az orosz-amerikai határ, remélem nem döbbennek meg, van ilyen is, igen. Erről a térségről maga a NATO döntött úgy, hogy ez egy speciális, sajátos súrlódási övezet, amely gyakorlatilag ütköző zóna Oroszország és a NATO, illetve Oroszország és az Egyesült Államok által képviselt nyugat között. Tehát ebből a szempontból azt most is látjuk, hogy gyakorlatilag már 2014 előtt már mentek az anyagi és pénzügyi és katonai támogatások Ukrajnának nyugat részéről. Tehát gyakorlatilag az, hogy a ütköző állam létrejöjjön, ez már a kezdetektől kezdve világos volt.
A másik rész az a balkáni ütközőzóna. Egyet kell értenem azzal, hogy általában itt az amerikai érdekek nincsenek jelen általában, de gyakorlatilag az orosz birodalom építő törekvésekre azonban továbbra is figyelnünk kell, tehát az oroszt azt látjuk. Egyébként viszont meg 2015. február 24-én éppen John Kerry, egykori külügyminiszter, a szenátus előtt kellett előadnia nem a lopott holmit, hanem azt, hogy Oroszországgal kapcsolatban milyen álláspontot kell az Egyesült Államoknak képviselnie, és ő maga mondta azt, hogy ez a térség, ez gyakorlatilag egy arcvonal Oroszország és a Nyugat között. Nem szabad megengedni, hogy Oroszország Szerbiába, Montenegróba, Észak-Koreába, és most már Észak-Macedóniába, akkor még Macedónia, megvesse a lábát, akár gazdaságilag, akár politikailag, innen ezeket ki kell, őket ki kell söpörni. Ugye hát a Szerbiánál csak fölhívom a figyelmet, hogy azóta is megy a húzavona, hogy Szerbia most EU tag lesz-e, vagy hogy lesz, nem véletlenül. És a harmadik átmeneti zóna, és már is befejezem, az a mi zónánk. Ez egy középső átmeneti zóna, de sajnos egészen addig, ameddig ez potenciálisan lehetne ilyen átmeneti hely, mint például Szingapur, amely képes területeket összekötni kereskedelemben, gazdaságban, pénzügyekben, ugyanez igaz Hongkongra is, tehát ők azok a két hídállamok, amelyeket látni, hogy már az ügy kialakul valami olyasmit gondoltak itt is el Közép-Kelet-Európába, de egészen addig, amíg ez a konfliktus zajlik tőlünk keletre, addig teljesen bizonyos, hogy ez a középső átmeneti zóna is, hát a legjobb esetben is csak várakozni fog arra, hogy valamikor meglegyen neki a lehetősége. És mit hoz a jövő? Hát ezt tudom önöknek hozni, rövid és középtávon egy rendkívül labilis világot, kapcsolódva az előttem lévő hozzászólókhoz, hiszen alakul egy új multipolarizált, én ezt kiegészítem, multipolarizált regionális világrenddel, ahol több régió lesz. Ha megfigyelik ezt a térképet, ez egy orosz feliratos térkép, de gyakorlatilag végigviszi azokat a zónákat, amiket én berajzoltam az előbb, és megköszönve a figyelmüket, mielőtt még azt gondolnák, hogy levegőt lehet venni, ezzel a térképpel szeretnék elköszönni, amely én letakartam, de megfejtem most önöknek, mert már elment az idő. Ez egy kínai térkép. Kínai érdekeket és kínai konfliktuszónákat, vagy a kínaiak által felrajzolt konfliktuszónákat jelöli, amelyben láthatják, hogy gyakorlatilag 90%-ban az előbb felvázolt, meg általam felrajzolt konfliktusövezeteket határozza meg. Köszönöm megtisztelő figyelmeket! Ha többet szeretne megtudni a geopolitikáról, keresse új Érdekek hálójában című dupla számunkat az újságárusoknál január végéig, vagy vásárolja meg a bolt.rubikon.hu oldalon.